bánatom, hát ne érhetsz velem nélkül, kell, hogy éljek, az életed lesz majd másé. Ki nem hagy el, ha vén leszel. Senki sem kérheti számon, miért kell mindig odébb állom, elvisz a víz, ezüst fátyó, kinek szólnál, már nincs közel. Zöld a május, eső táncol, húzza az ég rendesen. Zöld a május, eső táncol, az út vége még nincs közel. Csillag ragyog, szeretőnek, utat mutat, elmenőnek, tavasz illat elcsalt tőle, hűvös szellő inkat el. Édes álom, édes ének, szerelmet szűr, hófehérben, közel táncol egyre mennyel. Mosolyog rám, kedvesem. Zöld a május, eső táncol, húzza az ég rendesen. Zöld a május, eső táncol, az út vége még nincs közel. Eső táncol, húzza az ég rendesen. Zöld a május, eső táncol, az út vége még nincs közel. Zsolt dalát hallhattuk Zöld a május címmel. Nagyon szépen köszönjük. Hát ember legyen a talpán, akinek nem a legszebb májusi emlékei jutottak eszébe. Kíváncsi vagyok, hogy a zsűri is így van ezzel, Juci? Hát engem nagyon meglepett, nagyon megleptél, Zsolt, hogyha szólíthatlak így most már így szentől szembe. Mert ugye ez a műfaj, akinek azt hiszem meg is említhetem a legjelesebb képviselőjét, Cseh Tamás. Tehát, hogy ez a műfaj inkább az, amikor egy ember egy szálgitárral egyedül kiáll. És én így is képzeltem el ezt a dalt, amikor otthon hallgattam. Természetesen hallottam a hegedű benne, meg mindenféle, de valahogy így képzeltem. Úgyhogy meglepett, hogy ennyien bejöttetek, és még egy táncos lány is. És tulajdonképpen ebből a meglepettségből újraépítettem ezt az egész élményemet, és egy fantasztikus szintre juttatatok el engem. Egy szuper produkció lett belőle, hogy ebből a műfajból ezt ki lehetett így növeszteni, hogy ennyire sokrétűvé tudott válni, és külön nagyon megdicsérném, meg hát oda vagyok, hogy milyen gyönyörűen mozgott a táncos lány, aki olyan szépen beépült ebbe a történetbe, hogy nekem megjelenítette azokat a nőket, akiket eddig elhagytál, vagy éppen meg akarod hódítani őket. Úgyhogy nekem nagyon tetszett. Miki? Na hát, szuper volt ez a darab, olyan más volt, ugye? Szóval mint egy kicsit kinyitották volna az ablakot, a stúdióban. Szóval az van, hogy tényleg, hát láttam rajtatok, hogy meg vagytok lepődve, hogy miért vagytok a műsorban, nem tudom én. Ez valóban így van, én személy szerint
próbálom ezt folyamatosan tolni, hogy itt tényleg ne csak az legyen, hogy az Eurovízióra szánt műsorok legyenek, éppen csak egy felület van lényegében az egész országos fősodorban, ahol be tudnak mutatkozni új dalokkal zenekarok, és azt gondolom, hogy ez hihetetlenül fontos, hogy itt ne csak az a fajta popprodukciók legyenek, hanem ilyen dolgok is megmutatkoznak, főleg, hogyha ez ilyen minőségű. Tehát a szöveglüktetése, tartalma az egésznek, persze most mondhatjuk, hogy az akkord mellett, meg nem tudom én, az mondjuk egy ismertebb dolog, de végig is a személyed annyira megtölti ezt, és egy olyan atmoszférát varázsol hozzá, hogy ezt elfelejtjük, tehát elvonatkoztatunk ettől a dologtól. Úgyhogy, hát köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Akkor nézzük, hogy ez pontokban mit jelent, Karesz. Igazi minőségi történetet láttunk, 8 pont. 8 pont, köszönjük szépen. Juci? Hát, én most 10 pontot adok. 10 pont! Megszületett, gratulálunk. Misi? Zsolt, 3 percen keresztül tapostad a szívemet, ezért egy 10-est kapsz. Még egy 10 pont, azt a mindenit. Miki? Most mit mondjak? 9 pont. 9 pont. Ez 37 összesen, és akkor nézzük a nézői pontszámokat, amiket ugye, ahogy említettük, most SMS-ben lehet a mai estén leadni. Ez pedig egy 7-es, ami összességében 44 pontot jelent. Szívből gratulálunk, köszönjük szépen, hogy elvarázsoltatok minket. Menjetek a Páholyba, Freddyhez szusszanjatok egyet nyugodtan.